Sokatmondó üzenete van a mai ünnepnek, a kápolna megáldásának, mert a Székelyföldet sajnos az jellemzi, hogy a nagy székely falvak egyre inkább elnéptelenednek, vagy külföldre mennek a fiatalok, vagy az idősebb nemzedék elhal, és elég sok az elhagyott ház a Székelyföldön. A főegyházmegye statisztikái alapján évente csak a gyulafehérvári főegyházmegye olyan 950 ezer lélekkel fogy a születés és a halál függvényébe. Még ebben a statisztikában nincs benne, hogy hányan vándorolnak ki, de kb. 950 ezerrel hunynak el, halnak meg többen, mint amennyien születnek. Most, amikor egy ilyen helyen, és aránylag elég nehéz életkörülmények, gazdasági viszonyok között, az emberek érdemesnek tartják egy ilyen csodálatos, szép környezetbe, egy ilyen magaslaton templomot építeni, az mindenképpen a hitnek, a reménynek, az élni akarásnak, a jövőbe vetett elképzelésnek a megtestesítője, ami mindenképpen nem csak, hogy kegyelmet közvetít, mint szent hely, hanem a jövőbe vetett hitet is megjeleníti, és ez szükséges, fontos a Székelyföld számára. Mindenképpen, ahol templom épül, ott azt jelenti, hogy az élet, jövő és a megmaradás testesül meg. Mindenhol, ahol templom épül, az Isten dicséretét szolgálja, és az embereknek az elköteleződését, a hitét testesíti meg. A gyulafehérvári főegyházmegyében a 89-es változások után a több tucat templom épült, nagyok, kisebbek. Most már lassan mondhatjuk így, hogy a befejezésnél tartunk, mert minden fontos helyen épül templom. Ez egy nem várt megvalósítás, amely azért is fontos, hogy nem egyházi kezdeményezésre a papoknak a buzgalmából, hanem elkötelezett Krisztus hívők, világi hívek voltak azok, akik ezt a megvalósítást hozták, és ezért kétszeresen is elismerés és értékelés illeti meg őket ezért a megvalósításért.